Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villám hír. Mi történik szeptember 3-án? Mire szeretném felhívni a figyelmeteket? Itt a napokban nagyon fontos számunkra, hogy meglegyen a biztonság érzete. Párkapcsolatot illetően, az anyagiakat illetően, a munkát, a hivatást illetően is. Mégis úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak félelmek, hogy valamit vagy valakit elveszíthetünk. A munkánkat, a pénzt, vagy a párkapcsolat területén is vannak félelmek. Hiszen nem szeretnél egyedül lenni, nem szeretnél magányosan élni. Jelenleg hajlamosak vagyunk arra, hogy valamit szeretnénk megőrizni, megfogni, néha erőszakkal, de ez nem előnyös most számunkra. Inkább el kell engedni bizonyos dolgokat, gondolatokat, érzelmeket, egy bizonyos helyzetet vagy kapcsolatot, ami zavar, amire nincs szükségünk. És az a fontos, hogy tekintsünk egy új irányba. Ezek legyenek a célok, konkrét célok. Ezek legyenek célok, konkrét célok. Az a fontos, hogy tervez valamit. Elgondolkodj azon, hogy mi ez a cél, mit szeretnél elérni, és hogyan tudnád elérni. Most kereshetsz kapcsolatokat, tervezhetsz, akkor is, ha még nem látod azt, hogy elérted ezt a célt. Hiszen ehhez kell idő, ehhez kell még egy kis türelem. De jelenleg megvan az az energia mező, ami szerencsét hoz. Ha félsz a változásoktól, ha szeretnéd mindazt megőrizni, amit és ahogyan eddig éltél, akkor nem tud beköszönteni a szerencse. Kell egy fordulat, egy új irány, egy új tekintet. És ha megvan ez az irány, és megvan a hited ahhoz, hogy eléred azt, amit szeretnél, hiszen sikered lesz a munkahelyen, vagy javul a helyzet a családban, vagy szerencséd lesz a párkapcsolatot illetően. Gondolj mindig arra, ha ő szeret téged, akkor úgyis ott marad melletted, és akkor így meg lesz a biztonság érzete a szerelmi élet területén. Ha ő nem szeret, akkor hagyj, hogy menjen, mert ha elengedted, akkor kinyílik egy új kapu, egy új lehetőség megjelenik előtted, a nagy szerelmed. Vagy ha érzed azt, hogy van egy lelki kapcsolat köztetek, hiszen ez is lehetséges, akkor legyen meg a hited, hogy így érzelmileg még mindig együtt vagytok, és megvan a szeretet, ezáltal visszatér hozzád. Erősítsd a hitedet. Legyen meg a türelem, legyenek célok, legyen meg a bizalom. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel.